6 éve indította el a kormány az állami diákmunka programot a 16 és 25 év közötti nappali tagozatos tanulók számára. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is július 1-től augusztus végéig dolgozhattak a fiatalok. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal sajtótájékoztatón értékelte az idei szezont, melyen elhangzott, az előzetes számításokat sikerült túlszárnyalni, így összesen 4665 tanuló vett részt a programban. Több mint 500 000 forintot fordítottunk a programra. Előzetesen 3000 fő bevonására kaptunk támogatást. Aztán utána, hogy az igények és a kérelmek érkeztek, sikerült még plusz forrásokat előteremtenünk, hogy ez a szám ez gyakorlatilag a másfélszeresére növekedjen. Ez mind hazai forrású támogatás, tehát kormánydöntésnek köszönhetően került ide a megyébe. Én azt gondolom, hogy az országban az egyik legnagyobb nyári diákmunka foglalkoztató volt Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, ismerve más megyéknek is a számait. A program idén két pilléren alapult, a diákok napi 6 órában vállalhattak munkát önkormányzatoknál, itt az állam a munkabér és a szociális hozzájárulás adóját 100%-ban megtérítette. Dolgozhattak a tanulók a mezőgazdaság, valamint a turizmus és vendéglátás területén is. Ők már munkaszerződéssel rendelkeztek, és napi 8 órában kellett tevékenykedniük. Utóbbi ágazatban szükség is volt a fiatalok segítségére. A koronavírus okozta gazdasági nehézségek, különösen a vendéglátást és a turizmust sújtották, ezért különösen jó volt, hogy a nyári, július-augusztusi hónapban a fiatalok által, hiszen a 16 és 25 év közötti nappali tagozatos hallgatók tudtak ebben részt venni. A mezőgazdaságban, illetve a vendéglátásban, turizmusban, visszatérve a gondolatom, tehát a vendéglátásban és a turizmusban nehézségekkel küzdő munkáltatóknak tudtunk jelentős segítséget nyújtani. A másik terület a mezőgazdaság, hiszen tudjuk, hogy a mezőgazdasági munka is beérett, itt is ugye élő munkaigényre van szüksége a mezőgazdasági területnek, itt is tudtak a fiatalok segíteni. Az osztályvezető hozzátette, az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatják, a szerteágazó munkakör és a magasabb bérezés miatt a diákok egyre többször vállalnak munkát a mezőgazdasági, valamint a vendéglátó vállalkozásoknál. Mivel az állam itt is 75%-os támogatást biztosít a finanszírozásban, egyre több cég él a fiatalok foglalkoztatásával a diákmunka keretében.